Ordibálok? Igen, hangosan beszélsz. Nem beszélek hangosan. Tudom menni. Nem fogja. Ő az én testvérem Zoltán, akinek mindig igaza van, s aki egy vérbeli vadász idestova 10 éve. Ez pedig itt én vagyok. Nekem a horgászat a fő hobbim, és egy jó ideje a filmezés. Mindketten átlag emberek vagyunk, és egy területen sem vagyunk profi. De a feszültség már gyerekkorunk óta jól érezhető között. Nem érdekel. A lényeg, hogy az egyik napon elhatároztuk, hogy fogjuk a hobbiainkat, és egybegyúrjuk filmek sorozatába, mikben bemutatjuk, milyen is egy vadászat, vagy akár egy horgászat a mi szemszögünkből. Ez itt a Vadkaland. A filmet támogatta a Nafeszvil Kft., az MBC Magyarország a nagyravágyóknak, az Extreme Silver ékszerve báruház, az Organikus Energia, mert egészségből csak egy van, a Békés megye vadászatú vadjért alapítvány, a Szigethalmi Vadaspark és Vadmentőközpont, a Gyulai Solar Project Kft., Gesztem Péter, Bubori Márkó, a Fehér Solar Project Kft., és mindenki, aki adója 1%-ával támogatta a film elkészülését. Köszönjük! Dübörgő léptekkel hallatja öblös hangját. Koronájával tördeli fáknak recsenő ágát. Elérkezett az ősz, hogy elszórja magját. Miért, ha kell, megvívja harcát. Szarvasbőgés. A mai részünkben visszatérünk egy szívünkhöz közel álló területre, ami már többször is mély benyomást hagyott bennünk, s ahol ilyenkor ősz elején már elkezdődött a szarvasbőgés. Ezzel igazán kitalálhatnák ezt a teleportálást, nem kéne ennyit utazni. Nem, ma egyszer, ami késik, az nem múlik. Na, jó estét, szevasztok! Olyan rohadt messze laksz még mindig. Ja. Nem lettünk közelebb. Azt mondja, hogy Szigli vagyok Tomásról. Igen, van, hogy keresek én neked valami jó vadászlányt. Felrak a keresőre. Nekem is, ne csak neki. Házasodna a vadász. Igen. Vagy a vadászok. Na, menjünk, mert hűvös van. A szokás szerint elkéstetek. Mert olyan messze laksz. Most már sötét van, úgyhogy ezt az estét buktuk. Reggel viszont úgy készüljetek korán kellünk, mert pitkaratra kint kell lenni. Kalkalú? Hát négy félet, nem? De jó. Megnézzünk egy vadföldet, meg egy receptáblát, az hátra látunk valamit. Azt hiszem, hogy Ernő barátunkat nem kell bemutatni, hisz a második részünkből már mindenki jól ismeri. A rövid eligazítás után másnap hajnalban izgatottan indultam a területre, mert élőben még soha nem hallottam gímszarvast bőgni. Eddig a pillanatig. Csak most kéne még lecsúszni oda mennyire, hogy a tején ne vegyen én kell lesz. Akkor elkezd váltani, akkor nem tudom. Látsz már? Itt egy tején. Hát itt van tején. És akkor most mi követünk? Most követünk egy jó hangú kutyát. Elindult balra, de arról is fúj a szél, úgyhogy nekünk jó a szél. Vissza akar váltani az erdőbe. Csak közben itt van egy tején előttünk. Jön a tején, szembe velünk. Álljatok föl, mert hát jön utána majd. Nem baj, elmegy balra, aztán. Nem állj. Én értem, reméljük balra megy, nem jön. Igazából az a tehén, ami itt volt, és majdnem nekünk jött, az visszarolt az erdőbe, és elvitte a bikát magával. Ha. Úgyhogy picit szerencsétlenül. Azt megyünk széllel szembe. És akkor most ilyenkor nem lehet várni, hogy visszajöjjön? Rábőgtünk, de nem jött vissza, nem foglalkozott. Próbáltam megállítani, hogy ezért elvitte a tehén. Uh-huh. Úgyhogy most kerülünk egyet, megpróbálunk széllel szembe menni. Ha, és hátra bolyónak. Kint a réten. Megpróbáltunk a bőgőbikára találni,
de sajnos nem jártunk sikerrel. Lerágta valami egér, vagy nem? A hánycedők járnak erre hánycsot szedni. Minek? Hát gyűjtik a hánycsot. Télire gyűjtik azt is elég. Kapnak belőle kosarat. Persze. Az akác hánycs a legjobb. Komolyan? Na, leszél a serdők, mondd már el, mert most miért a bátyám szia. Hát ez Tabika, az territoriális állat és a területét jeleri ki ilyenkor bőgéskor. És ezzel, hogy... És a Tabika azt tudja, hogy itt van nagyobb, erősebb. De hát ez mit csinál ilyenkor, lerágja, vagy mi? Harcol vele, ha bokorra legyek korával. Könnyebb, mint egy 200 kilós fajtásával. Jaj, hogy akkor az aggancsával ezt így leveri? Igen, csapkodja, csapkodja, veri. A dominanciát akarja bebizonyítani. Aha. Mind a részeg emberek. Ernő barátunk bőgésére nem jött válasz. Ezért továbbállva meglátogattunk egy közeli szórót. Nagyon jó néz ki, ez mi ez a sok alma? Jó. Ezt meg lehet enni is? Persze. Kész szedjük. Nem, ez nem ütődött. Igen. Nézd meg, én megeszem. Lédús takarmány, de nem úgy néz ki, mint amit megbolygattok. Meg lehet enni. Már ma arra kell. Jó. Édes. És ilyen nevetettitek. De ezt honnan hozzák? Hát nem tudom, itt nálunk almafák nagyon nincsenek egy megyébe, de délben, hogyha majd beértünk, mert idén úgyis kevés lesz, visszajövök, aztán csinálunk pár leszt, viszünk egy pár zsákkal. Örülnének a vadőrök. Akkor most addig fogunk sétálni, amíg nem találkozunk egy bikával? Nem, addig fogunk sétálni, míg meg nem hallunk egy bikát. És utána megpróbáljuk becserkelni. Akkor magyarán sétálni fogunk. Nem sétálni fogunk, cserkelni. Akkor cserkelni. Mert a bika vadászatnak ez a fő vadászati módja. Ja, értem. És mitől olyan kuriózum ez a bőgés? Hát különleges, mert ez évente csak egyszer fordul elő. Általában szeptemberben és októberben. De ez külön területenként is változik, hogy mikor van a főbőgés. Nem egy formán van ez. Nem egy formán van, hát ahogy a Bakonyban máskor van, van ahol szeptember közepén van a főbőgés, van ahol október. Aha, de akkor ezek szerint ez minden évben van, ilyen bőgés? Minden évben van bőgés, de előfordul néha, hogy elmarad. És ez mitől függ? Nem tudom, egyszerűen elmarad. De majd lehet, hogy olyan kevesen bőgnek, hogy nem veszik észre. Lehet. Vagy az is lehet, hogy olyan rövid ideig bőgnek, hogy azért nem veszik észre. Az is előfordul. Vagy az is lehet, elég, hogy... Elég túl, nem kell minden lehetőséget felsorolni. Jó van, Mána, csak megpróbáltam. Jó van, fejezd be. Á, Istenem. Nem szeretem, ha a fantáziámnak korlátot szabnak, és nem engednek kibontakozni. Ezért úgy gondoltam, hogy tudatom a nem tetszésemet a magam idegesítő módján. És amúgy mi ez a bőgés? Miért bőgnek? Rossz kedvük van? Igen, rossz kedvük van. Hogy kérdezhetsz ilyen hülyeséget? Te miért hülyeség? Hát ez a neve bőgés. Gondoltam, azért bőgnek, mert rossz kedvük van. Azért, hogy bőgésnek hívják, az nem azt jelenti, hogy sírnak. Hát... Menjünk. Hát akkor tudom, mit jelent. És akkor mit jelent? Azt, hogy bőgnek. Hát ezt mondom én is. Csak tudnám, hogy miért ilyen szomorúak, szegények. Mondtam már, hogy semmi bajuk. Nem szomorúak, nem sírnak, csak bőgnek. Hát akkor mégiscsak sírnak. Nem érted? Nem sírnak. De akkor mit csinálnak? Hát ilyen... öblös marhaszerű hangot adnak. Ja, értem. Biztosan érted. Nem akartam felbőszíteni a benne szunnyadó oroszlánt, mert azzal csak magam alatt vágtam volna a fát. Így félretéve az idegesítő oldalamat, kíváncsian hallgattam, mi is az a bőgés. Vagyis hallgattam volna. Ez, mi van ezzel a fával? Mit mondasz? Halkan. Ja, bocs, mi van ezzel a fával? Van szerintem a terület bikája. Micsoda? Nézd meg, hogy milyen magas a leállította. Ilyen magasra fel tud menni egy bika. Hát az az, amikor feláll két órára. Hanem, amit beszéltünk az előbb, hogy verte a fát, ez körülbelül egy 5-6 méter magas bika. De képzeld, hogy feláll a tudat. Miért max 3 méter magasra tud felállni, hagyjad már. Jó, mondjuk az nincsen, csak 2,5 méter magas. Ez a fa még állt.
mert ide szívattak engem, hagyjatok. Jó, hát szerinted mi ez? Hát mit tudom én? Nézd, nézd meg, hova verdem el, amikor 8 méter? Még majdnem elhittem, hogy egy bika. Meg kidőlt már ez a fa egy éve. Komolyan mondom. Jó van, Tecsém, ezek nem normálisak. Két agyament. Gyertek, ezt nézzétek meg. Mi ez? Egy helyi faparagónak műve. Mi? 20 éves sózó körülbelül. És maga ugye a só olvad el, meg nyolják a vadak. Uh-huh. Érted? Így a fa így elkapott. Meg a disznó kidagonyázta, ezek a gyökerek. Uh-huh. Ez pár éve még föld alatt van. És ezek itt ezek a lábnyomok? Hát ez akik ide járnak a sorzóra. Turisták. Meg dagonyázni. Emberek. Meg aki sóra éhes. Kis bika meg tarvadnyom van főleg. De nagy bikanyom nincs. Nincs. Szóval akkor mi is ez a bőgés? Hát ebben az időszakban a bikák párzás céljából keresik a teheneket, tehén csapatokat, amiket megpróbálnak kisajátítani maguknak a más bikák elől. Ilyenkor egy kifejlett erős bika akár háremet is tud tartani magának, ami állhat 10-20 egyedből is. Ha, nem is olyan rossz gimbikának lenni. Ha egyszer lesz következő életem, akkor én tudni gimbika akarok lenni. Általában alkonyatkor az esti órákban bőgnek, erre jelzik, hogy az az ő területük és másik bika ne jöjjön közelükbe. És ez be is jön. Többnyire bejön, mert a bőgés erősségéből, mélységéből nagyjából fel tudják mérni, hogy mekkora lehet az a másik bika, és így a gyengébb bikák elkerülik az erősebb bikákat. És hogyha egy hasonló méretű bika van? Akkor megküzdenek. Összekaratéznek, vagy mi? Így, várj egy kicsit. Jó. Elmegy megnézni valamit, várjunk. Jó. Szóval akkor karatéznak? Eleinte csak bőgnek. Megmutatják egymásnak az agancsukat, köröznek egymás között, körül, utána... Megjön a karate. Igazából egymásnak feszülnek, összeakasszák a agancsszárukat, de nem tudnak nagy kárt tenni egymásban, mert annyira szerteágazó az agancs, hogy nem tudnak... De akkor ez nem egy ilyen véremenő harc? Ebben az esetben nem, viszont előfordulhat, hogy abnormális bika akad össze egy koronás bikával, és átcsúszik az agancs között. És akkor megszúrja. Egy gyilkos. A halálra is tudja szúrni. Uh-huh. Be tud szúrni a tüdejébe és elpusztul. Vagy elvérzik, hogy olyan sebet egy rajta gondolom. Ezért cél mindig ilyenkor, hogyha egy gyilkos bikával találkozunk, a gyilkos az egyenes szárú uh-huh. bika, hogy az ilyeneket minél hamarabb kiemelni az állományból, mert egy 3-4 kilós gyilkos bika halálra szúr egy 12 kilós bikát. Uh-huh. Érted? Érted. És a tejnek amúgy van aggancsa? Nincs. Sejtettem. Akkor minek kérdeztem? Csak úgy kíváncsi voltam. És amúgy ez a karate az meddig tart? Amíg valamelyik fél fel nem adja és el nem megy. Jó, ja, szóval ezek még itt fél óráig itt karateznak, addig meg jön egy Don Juan, azt elviszi a telnek. Mi? Ez előfordult, meg ez is fordul. Tényleg? Igen. Hihetetlen. Na menjünk. És mi van azokkal a bikákkal, amik nem olyan nagyok és kemények? Hát a 2-3 éves, vagy a 10 évnél idősebb bikák általában a hárem szélén próbálkoznak. Akkor azoknak nem is biztos, hogy lesz háremük. Előfordulhat, hogy van háremük, de ha jön egy erősebb bika, úgyis elveszi tőlük a háremet, és uh-huh. elzavarja ők. Uh-huh. Akkor úgy látom, hogy itt is az erősebb kutya eszik, van érvényben. Néha úgy tűnik, hogy az állatvilág nem is áll annyira távol tőlünk. Sok bennünk a hasonlóság. Csak éppen rájuk nem vonatkoznak korlátozó, behatároló törvények. Így náluk valóban a természet az úr. És amúgy most mi a cél? Egy szép bika. Az jó, szeretem a szépet. Alig várom, hogy lekamerázzak egy szép nagy bikát. És amúgy mekkora kaliberre szoktak így vadászni, így mekkorával ejtenek el egy bikát? Mekkora kaliber kell hozzá? Csak ilyen nagyobb kaliberrel lehet bikára vadászni, nem is engednek sok helyen. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen... 7 mm alatti kaliberrel nem nagyon. Uh-huh. 270-es Winchesterrel lehet, 30-06-os, de 30-06-ostól felfele. Aha. És ez miért?
Hát azért, mert hogyha ne adj Isten sebzés van, vagy nem olyan pontos találat, egy nagyobb kaliber, nagyobb lyukat üt, több sérülést okoz, és akkor könnyebben később meg lehet találni a bikát, vagy hamarabb esetleg. Aha. Hát minél nagyobb egy testgond, annál erősebb is, meg csontosabb is. Csontosabb, erősebb, meg ha fagyús, egy kisebb kaliber átszalad rajta, bezárulnék a nyílás, és akkor sokáig el tud menni, meg nincs vér, és nem fogod megtalálni. Aha. Ezért nem engedik, sok helyen direkt ki is van kötve. Na, menjünk. Egyébként ilyenkor a bikáknak jellegzetes szaguk van. Igen, szaguk van, mert? Igen, ilyen rigyetés szaguk. Migyetés szag? Rigyetés szaguk. Az meg mi a búbánatos szag? Egy kellemetlen szag. De milyen izzadság vagy milyen szag az? Nem, én amit tapasztaltam, az én úgy gondolom, hogy a vizelet meg az ondó keveréke adja ezt a jellegzetes szagot. De igazán leírják meg mások szerint, a szem alatt van egy mirigy, és az válassza ki ilyenkor ezt a jellegzetes, kellemetlen szagot. Azt a minden, de amúgy milyen célt szolgál, hogy mire jó ez a szagkiváltás? Az üzekedésben be van szerepe. Vonzóbbá teszi a tehenek számára. Hát ilyet. Bűzött szemmű. Tudja, egyszer az egyik filmben majd a főgonosznak ez lesz a bűzös fegyvere. Belegondolni is rossz. Egyébként ilyenkor bőgés idején a bikák annyira el vannak foglalva a tehenekkel, hogy alig táplálkoznak. Van némelyik közöttük, amelyik képes annyira legendülni, hogy már fekve bőg. Amelyik bika meg eleve rossz kondícióba kezdi a bőgést, az képes el is pusztul. Szegény bikák. Ilyenkor, amikor fekszenek, azt már nem is bőgésnek hívják. Hanem minek? Fáradbőgésnek? Mörcögésnek. Minek? Mörcögésnek. Mörcögés? Micsoda? Mörcögésnek, ez a neve, ennyi. Hogy lehet ilyen béna nevet adni neki? Szerintem ilyen szó nem is létezik. Amúgy szándékosan adnak ilyen béna megegyezhetetlen nevet? Mit tudom én, te milyen nevet adnál neki? Hát egy elfáradt bikának, ami nem tud állva bőgni. Igen. Mit tudom én, mormó? Nem van, te se adjál semminek nevet. Ja, szerintem sokkal jobb, mint egy ilyen mörcfizé. Névadásból mindig is jó voltam. Bár ezúttal talán ezt nem sikerült megmutatnom. Tovább cserkeltünk, majd miután bátyám megelégette a bőgőbikák keresését, pihenni mentünk. Majd késő délután indultunk neki újra. Hogy mit csinálok? Eszek, éhesők, kiveszem a szendvicsemet, azt akkor izé kajam. Mi van? Mit mutogatsz? Maradj már csendben, psz. Mit maradjak csendben? Hallottam valamit. Mit hallottál? Ott hallottam valamit. Jó van, majd elmúlik. Na most tegyél már. Hát hadd egyek már, éhes vagyok, Zoltán. Egész nap volt rá idő, de most tegyél már. Menjünk tovább, majd eszel később. Menj már vissza azt a Istenem, Zoltán, megőrítesz. Tuti, fájni fog a hasam. Remélem legalább megéri, sikerül. Felvegyünk egy szép nagy bikát, ahogy bőg. És terítékre hozni. Mi? Mi az, hogy lelőni? Hát nem csak izé felkamerázzuk, csinálunk egy dokumentumfilmet, aztán annyi. Hát mit gondoltál, miért van nálam puska? Hát mit tudom én, a dísznek azért, hogy ne vadász vagy, hát úgy jobban mutatsz, nem? Ne. Te most komolyan le akarsz lőni egy bikát? Igen, hát azért jöttünk. Hát de az nem kerül az sok pénzbe? De, egy jó bika sok pénzbe kerül. Hát és onnan van neked arra fizet? Nem én fogom fizetni. Hát akkor ki? Hát Ernő hívott meg egy bikát. Ernő, hívtad meg a bátyámat egy bikát? Azért kísérget minket, mit gondolsz, miért van itt velünk? Hát azt hittem, hogy csak unatkozik, az jó dolgába, itt van velünk. Persze, sétálgott az erdőbe, igen. Hát ezt nem hiszem el. Olyan bikát fogsz lőni. Igen.
most minek álltál meg? Felülünk erre a lesre és hallgatózunk egy darabig, hogy merről bőg a bika. És utána megpróbálunk rámenni, de lehet, hogy kipukkan itt elénk. Gyere! Hát, amint sem szimpatikus nekem, itt ilyen bikára akarsz vadászni, szóval. Ha nem ezt a fajta réteget képviselünk, a hétköznapi egyszerű embereket. Amúgy az úgy van, hogy a bikák minden évben cserélik az aggancsukat. Elhullatják őket és újat növesztenek. És 4-5 hónap kell ahhoz, hogy kifejlődjön egy aggancs. És egy ilyen nagy bikának például hány ilyen elágazása lehet? Mert láttam egyszer egy képet, hogy baromi sok ilyen elágazása. Lehet akár 24 is, vagy akár több is. Igen. Igen. És akkor ezt hívják koronának, ezt a nagy ilyen elágazást? Hát a koronaágak azok a legfelső ágak. Aha. Van szemág, jégág, középág és koronaág. Uh-huh. Fantasztikus. És akkor melyik az értékesebb, vagy mitől értékes egy ilyen? A bikának a súlya aggancs határozza meg az értékét. Minden nagyobb súlyú, 10 kiló felett, annál egyre drágább a bika. És egyébként ez a csont, mármint az aggancs, ez most hogy kell elképzelni, hogy ez ilyen tömör csont? Vagy tömör, vagy egy csont. Ilyen, akkor nem egy üreges csont. Nem üreges, az egy tömör csont. Aha. De az aggancs kinézetéből meg lehet állapítani, hogy egy öregebb visszarakott bikáról van-e szó, vagy... Visszarakott? Igen. Ezt ne úgy képzeld el, hogy eldobja útközben a felit. Hát akkor, ez csak egy szófordulat, hogy visszarakott. Azért mondjuk visszarakottnak, mert az a bika lehet, hogy volt 12 kiló is, de már megöregedett, és nem 12 kilós aggancsot hoz, csak hoz egy 8 kilós aggancsot. Ja, és ezt hívjuk visszaragadtat, mert már nem olyan kondícióban van, nem úgy dolgozik. 120-at, de most nem nyom csak. Nem szedett annyi szteroidot, és akkor már jó, nem. Jó, mindegy, erről azt hiszem, beszéltünk nagyjából az aggancsgyűjtés című filmünkben. Miközben várakoztunk, végre megehettem a szendvicsemet. Majd mikor a bika ismét elkezdett bőgni, úgy döntöttünk, hogy a nyomába eredünk. És amúgy nem veszélyesek ilyenkor az bikák? Mitől nem innek veszélyesek? Hát ha meglátnak minket, azonnal elmenekülnek. De most már maradj csendben, hallgat. Jó. Rövid várakozás után tovább álltunk. Az est közelettével egy másik területre mentünk, ahol újabb bőgések fogadtak. Majd kisvártatva a szomszédos tallóra siettünk. Is túl fiatal volt. Komolyan mondom, nem hiszem el, hogy nem ismerek rád. Pont most kell trófeagyűjtővé válnod, amikor az erdő királyára vadászunk? Figyelj ide, ilyen lehetőség nem mindig adódik az ember életébe. Lehet, hogy soha többé nem is lesz lehetőségem így bikát lőni. De akkor se szimpatikus ez nekem. Sokkal jobban szerettem a selejtezős énedet. Nem ilyen. Nem sokkal később egy újabb gimbika tűnt fel a szomszédos tallón. De lövés ezúttal sem dördült. De
Már olyan kevés volt a fény, hogy nem tudtuk elbírálni. Nem látjuk biztosan, akkor nem adunk le lövést, úgyhogy inkább belengedjük. Szerintem lesz még itt, ahogy szokták mondani. Másnap reggel tovább folytattuk a vadászatot, és miközben egy távoli bőgőbika hangját követtük, én képtelen voltam elfogadni azt, hogy bátyám tényleg egy kapitális bikát akar lőni, mintha nem is a testvérem lenne, mintha eddig teljesen félreismertem volna. Bár belegondolva abba, hogy mi lenne, ha adódna nekem is egy lehetőség, hogy életem legnagyobb halált kifoghassam azzal a feltétellel, hogy ne engedjem vissza, azért talán én is erősen elgondolkodnék. De akárhogy is, egy cseppet sem repestem a helyzettől, ezért gondoltam, egy kicsit az agyára megyek. Zatyó, mi van, hogy tudod, hogy milyen sokan látták már a kakasos poénunkat? Nem tudom. Nem tudom, Tomás. A Facebookon hallod, már 500 ezer nyitőt. Mennyien? 500 ezer nyitőt belátták. Nem érdekel. Pedig tök jó poén volt. Aha, szerinted. Te láttad már ezt a kakasos videót? Hol ez volt a nőtt a kakas? Azt az jó. Zatyó, tudod, hogy a TikTokra is felraktalak? Ott is rettentő sokan megnéztek. És ennek én miért? 500 ezer. Hagyjál már. És amúgy csak bőgőbikát lehet lelőni? Nem. Akkor ezek szerint, hogyha nem bőg egy bika, akkor is le lehet lőni? Igen. És mi van, hogyha éppen sutulja a tehenet a bika, akkor is le lehet lőni? Akkor nem illik lelőni. De Zotyó, az előbb néztem, ahogy a TikTokon reggel óta már 10 000-rel többen nézték meg ezt a kakasos videót. Nem érdekel. Hát is. Mi hát ez tök jó bátyám, most átcsináltam. Miután megelégeltem az idegesítését, további hosszú kilométereket cserkeltünk. Majd úgy döntöttünk, hogy egy másik területre megyünk. És amúgy akkor ez a bőgés igazából nem is annyira nehéz idézőjelesen, mert végig halljuk, hogy hol. Hát mert halljuk, hogy hol bőgnek, és akkor menni kell utána. Sok sikerrel nem jártunk. Hát jó, nem jártunk most sok sikerrel, de legalább hallottuk, hogy merre van, könnyebb, mint halat fognak, nem tudod, hol van a vízbe. Jó, de hát látod, hogy halljuk a bikát, de mire odaérünk, már arrébb ment. Hát ha meg a közelébe is jutsz, nem biztos, hogy lövéshez tudsz jutni, mert a tehenek figyelnek. Tehenek figyelnek mi? Olyanok, mint a őrszemek? Vagy mint hát, a bika ilyenkor nem foglalkozik semmivel, csak a tehenekkel. És? De a tehenek eszegetnek, ha kiszúrnak téged, azonnal elindulnak valamerre. És magával vissza a bikát? Persze. Hát a bika megy utána, hát követi a tehenet. Akkor magyarán ilyenkor a tehenek azok ugyanolyan éberek, a bika viszont meg teljesen le van foglalva. És igen. Akkor, hogyha a tehén észrevesz, akkor igazából csak őket kell átverjük, vagy be kell cserkeljük, hogy ne vegyenek észre. Nem, hát azért kell csendben, jó széllel menni, hogy a tehenek ne vegyenek észre, nem a bika. És aha, így tudjuk a bikát esetleg elejteni. Aha. Tovább mentünk egy távolabbi területre, bízva abba, hogy ott szerencsésebbek leszünk. És amúgy, te mekkora bikát lőttél már így a legnagyobbat? 6 kiló 8. De hát azt hogy vitted ki egyedül az erdőből? Gondolom nem bírtad el úgy, mint az őzeket szoktad, nyakadba kapod. Hát de Tomi, hát egy gimbika nem akkora, mint egy ősz. Hát nem, mert kicsit nagyobb. Nem kicsit, hát az átlag súlya Magyarországon 150-től 250 kilóig lehet. Hát azt nem lehet egyedül felemelni. Hát akkor kivel viszed el most? Mindig kísérő vadásszal vadászol gimbikára. Most itt van Ernő, majd segít nekem felrakni. Jó, és hogyha nem bírjátok, akkor meg... Akkor segítesz te nekem. Én biztos nem, én operatőrködök. De. Néha lehet, hogy az agyára megyek a kérdéseimmel, de mit tegyek, ha egy kíváncsi laikus vagyok? Hosszasan cserkeltünk, még nem ismételtem, megéheztem. Most mit csinálsz megint? Hát Zolt, eszek. Éhes vagyok. De ne egyél már, mindig enni akarsz. Mert éhes vagyok mostában, nem tudom, jó. Hát... De tudom, hogy nincs annyi időnk, nem, hogy most még kajáljál is. Majd te is egyél inkább. Oh. Isten. Ne nyomja a sekkemet. És komolyan eszel? Mi? Igen. De akkor legalább gyorsan egyél, hogy haladjunk. Gyorsan fogok. Rány fog este. Várjál, te is ülj le, addig azt pihenjél. Bátyám tülkönülve várakozott, még én elkényelmesedve faltam magamba a táplálékot, figyelmen kívül hagyva sürgetését. Majd miután végre jól laktam, nagy örömére tovább folytattuk a vadászatot. Vagyis... Ó, basszus, ezt nem hiszem el. Zoltán. Mi van már? Ott hagytam a pénztárcámat.
Milyen pénztárcát? Pénztárcámat kivettem, amikor izé kajháltam. Leültem és nyomta a fenekemet. Aj, Tomi, nem hiszem el már megint. Jó, melyek visszaérte. Jó, van már, na, melyek visszaérte, mindjárt vissza fogok jönni. De várjál, mert elő elment előre, nekem utána kell menni. Minek kell utána menni? Van ott egy tisztás, meg akarjuk nézni, hogy van-e kint valami. Jó, hát akkor menjetek el, azt akkor majd itt találkozunk. Ott egy kő. Jó, beszéljük meg, akkor ennél a kőnél találkozunk. Jó, ide, ok. Gyere, vissza. Jó, visszatalálsz egyáltalán? Miért találnék vissza? Jó, akkor itt várjunk. Istenem, Tamás. Pár perc. Gyorsan elmentem a pénztárcámért, majd a megbeszélt kőnél várakozni kezdtem. De úgy jó 10 perces várakozás után még mindig nem jöttek vissza. Mivel a telefonomat töltőn hagytam, így nem tudtam felhívni őket. Ezért tovább várakoztam. Vagy miután egyre jobban úrrá lett rajtam az aggodalom, a keresésükre indultam. Csak épp azt nem tudtam, hogy merre keressem őket. Zotyó! Zotyó! Ó, a francba vannak. Ami érdekes, hogy még a mikroporcsa adja jelet. Ki van kapcsolva, kikapcsolódott szerintem neki, vagy nem tudom, túl messzire ment, nem tudom, hogy mi történhetett. Zotyó! Ernő! Zotyó! Nem tudom, hogy hova tűnhettek. Remélem nem esett bajuk. Na, hülyeségeket beszélek. Túl sok horrorfilmet nézek, biztos. Bár mondjuk annyira nem szeretem horrorfilmet, nem mindegy. De ami a legjobb, hogy most már azt se tudom, hogy hol vagyok. Úgyhogy megpróbálok visszamenni a kiindulási pontra. És bevárni őket, hát ha visszajönnek. Jó gondolatnak tűnt. De ahogy sétáltam a kiinduló pont felé, egyre bizonytalanabbá váltam, hogy jó úton járok-e. Kicsit sem ismerős a környezet. Tudja, hogy nem erről jöttem. Azt hiszem, eltévedtem. Nem emlékszem, hogy mikor tévedtem el utoljára, ami azt bizonyítja, hogy jó régen lehetett. Fogalmam sem volt, hogy mit tegyek. Majd mikor pont kezdtem átérezni, hogy mit érezhetett egyedüllétében Tom Hanks a számkivetetben, egyszer csak meghallottam egy ismerős hangot. Nem fogjátok elhinni, de a közelben elkezdett bőgni egy bika. Halljátok? Úgyhogy lehet, hogy eltévedtem, de attól még készítettek ugye pár jó képet, mert egy jó operatőr az a világ végét is felveszi élesbe, úgyhogy aztán majd kezd vele valamit. Úgyhogy most ezt próbálom én is majd megtenni. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Hú, na nézzük. Ja. Ez már nem itt hagyta. Úgy érzem magam, mintha kint lennék a vadonba. Egy dzsungel kellős közepén. A bőgő hangot követve végre rátaláltam a tisztáshoz vezető útra. Most már nagyon közel lehet, szerintem egy olyan 50-60 méter van innen. Megpróbálok itt egy ilyen nyiladékon majd kinézni, hát hogyha meglátom. Biztos itt van már szerintem a gyárnunk. Baszki! Öcsém! Ti meg mit csináltok itt? Bátyám inkább. Megzavarodott teljesen. Ah, baszki, rám hozod a szívbajt. Azt se tudja, fiú, mit csináltok itt? Hát várunk téged. Téged várunk már. Eltűntél egy bőgő bikát. Mi bőgtünk, hogy hát, ha megtalálsz végre minket. Ti bőgtetek eddig is? Persze. Pelenka csere meg volt. Szórakoztok itt velem. Hát láttuk, hogy kóvályogsz itt az erdőben. Hát eltévedtem, nem láttam, hogy hol vagytok. Hát ott várakoztam rátok egy csomó ideig, azt nem jöttetek elő. Néztünk egy bikát, de elment. Ennyi. Istenem, komolyan mondom, kell meg az ember. Hát szerinted itt hirtelen rám bőgsz itt. Hát... Rossz a lelkiismeretet. Nem, rossz egyáltalán. Na, Istenem, miért kell szivatni? Ez meg milyen faj itt el? Megérdemled, megint miattad kellett várni. Egy hársva. Vagy 30-40 éve belevágott a villám. Három felé tört. Kiégett a belseje teljesen, de túlélte a fa. Na. Amit látjátok, ez igencsak nagy. Szerintem ez jóval nagyobb, mint amit a második részünkben ugye mutattunk a vaddisznovatkár áthárításba, azt a mamutfenyőt. Ez tényleg egy hatalmas. Nem is értem, hogy ez hogy lehetett így. Ez most kettő fa volt? Vagy ez? Nem, ez egy fa volt. De akkor hogy ment ez ennyire szét? Annyira kiégett, és ennyi maradt meg. De a gyökerekből új gyökerek megmaradtak.
Szóval ez egy hatalmas nagy, de bőven elfér ki benne. Hát el tudnék, csak az le kéne vegyem itt teljesen. Csak nem akarom összepiszkolni magam. Úgyhogy ez egy hatalmas nagy, igazi látványosság. De nem volt szép akkor sem, hogy megszivattatok. Azért egy dolognak örülök, ha így megszivattatok. Minek? Hogy nem ejtettünk el egy nagy bikát. Mert hogy elők megtalálok titeket, az pont levadáztuk egyet. De Tomi, egy szép nagy bikát mindenki szeretne lelőni. Hát az biztos, de ez nem a mi stílusunk, Zoltán. Szerintem nekünk az átlag embereknél kéne maradni, ugyanazt kell csinálni, amit eddig, hogy selejtezünk. De egy átlag ember is szeretne egy szép nagy bikát lelőni. Nem baj, akkor is. Értsd meg, ez jó van. Nem baj. Akkor is maradjunk az eredeti. Régi, önmagunknál. Próbáltam rábeszélni bátyámat, hogy kövessük az eddig számomra sokkal szimpatikusabb vadászatot, a selejtezést. De hiába. Jaj, Zotyó, hallott, én azt hittem, hogy sokkal több bikát fogunk majd látni. Amikor én nézegettem így az interneteken, az ilyen bőgés, hát hallod, annyi bőgő bikát látni. De te, amiket láttál, azok általában vadas kertek, amik felveszik vadas ezeket. Kertekbe. Ott nagyon nagy a sűrűségi az állomány. Nem beszélgetni, nem lehetne egy kicsit haladni? Jó, hát így kérdez valami. És mi a probléma meg? Nincs probléma, csak azt hittem, hogy sokkal több bikát fogunk majd látni. Egy az, mert annyit beszéltek, hogy minden elmegy. Hát kettő, egy szabad területet nem lehet összehasonlítani. Mert? Hát itt azért más az állomány összetétel, sűrűség, ajnövényzet, etetőhelyek, vadföldek. Akkor magyarán itt nem lesz olyan sok. Nem, hát vannak olyan üzemi területek, ahol sokkal nagyobb a vadsűrűség, ott könnyebben találsz ilyenkor, de itt ez nem olyan. De menjünk, meg kell küzdeni a bikáért. Ami van itt elmegy. Úgy néztem a TikTokon, megint 5000-rel többen nézték meg Zoltán kakasosodat. Egy ideig még cserkeltünk, majd miután befejeztük a vadászatot, úgy döntöttünk, hogy mivel még sosem láttam közelről bőgőbikát, ezért ellátogatunk a Szigethalmi Vadasparkba, hogy megnézzek egyet. Őt Sándornak hívják, Sanyinak becézik. Sanyinak. És mi honnan kapta a nevét? Apukája után kapta, ő is Sándor volt. Ők is szoktak ilyenkor bőgni, ugyanúgy, mint kint a természetben? Igen, egész nap bőg. Ha igen? Kell, ha nem. De ez anélkül is bőg, amikor nincs bőgés idő, vagy csak ilyenkor? Ilyenkor általában. Nagyon tetszett. Igen. Nagyon jó. Jó, és mennyire lehet őket megszelídíteni? Hát a bikákat azt szerintem nem lehetséges megszelídíteni, a teheneket viszont igen, úgyhogy oda jönnek és simogatjuk. Pedig amúgy így nem rossz, mert látogatók látják, közel van. Jó van. Nézd már, milyen fenyegető vagy. Hát mostom, igen. Mert el akarsz karatézni innen? Miért? Ki van gubbadva a szemed? De mérges vagy, mi? Mérges vagy? De legalább nem harapsz a nekem. Mondd még egyszer, nem figyeltem. Mit akartál mondani? Na, elmondod még egyszer? Igen, neked mondom. Na, jaj, de szép vagy. Tadózia. Itt található egy tehén is, itt a bika mellett. Neki éppen van egy borja, látod, olyan pöttyös, mint egy őzike. De miért olyan pöttyös? Azt hittem csak az őzek ilyen pöttyösek. Hát, amikor megszületik, megfestik őket mindig, hogy ilyen kis pöttyök legyenek rajta. Na, de most komolyan. Nem tudom, hát így születnek pöttyösek. Hát én honnan tudjam, később eldobják ezt a pöttyöt. Leesik egyesével. Aha. Szuper. Mennyi ideig szoptatja őket, azt lehet tudni. Nem tudom, hogy mennyi ideig szoptatja. Még el nem zavarja a borját. De általában a téli időszak elején még mindenféleképpen szoptatja. Majd utána kezdi elhajtani, majd tavasszal, amikor másik borját fog elleni. Végre testközelből hallhattam bőgni egy bikát. Hála a Szigethalmi Vadasparknak, ahol szívem szerint az egész délutántól töltöttem volna, és sok volt még a látnivaló. De sietnünk kellett, hogy még sötétedés előtt visszaérjünk Zilcre. Késő délután értünk vissza, s mivel már nem volt idő cserkelni, ezért az egyik repceföldre mentünk. A korábban tapasztaltakra hagyatkozva bátyámnak az az ötlete támadt, hogy ezúttal ne rejtőzködjünk, hanem helyette üljünk ki a repceföld kellős közepére, mert ha ismét szürkületkor jönnek ki a bikák, akkor talán így minden irányba lőtávolba leszünk. Nem sokkal később éppen egy tarvadat figyeltünk, mikor egyszer csak egy bika lopakodott el mögöttünk.
megy oda. Majd egy másik tűnt fel mellettünk. Nem is látom, Zoltán. Amit egy újabb követett előttünk. Megpróbáltunk közelebb menni. Majd mikor közelebb értünk, még közelebb mentünk. És mikor már azt hittem, hogy elég közel vagyunk, még közelebb, mert bírom, mert a tarvot kaján nem vesz észre. Annál is közelebb mentünk. Pattanásig feszült pillanatok voltak. De valami érthetetlen módon bátyám nem adott lelövést. Tovább várakoztunk, miközben egyre többika hallatta bőgő hangját, amitől szó szerint zengett az erdő. Na, milyen élmény volt ennyi bőgőbikát hallani? Hát, megmondom őszintén, nem tudtam, hogy hova kapkodjam a fejemet, mert ezek össze-vissza bőgtek. Most is bőgnek itt, igen. Életemben nem hallottam még ennyi bőgést. Most nem is voltak messze tőlünk. Hát igen, csak az a baj, hogy nagyon sötét, és nem látszódik a fejemet. Hát sajnos ezt nem lehet kiszámítani, hogy mennyire sötétedik be. Általában ilyenkor indulnak meg, hát ez van. És akkor ez most milyen volt itt, amit még ugyanállnak föl tudtunk kamerázni? Hát ez az egy bika olyan, szerintem olyan 6 kiló körüli bika volt, koronás bika volt. Egy szép bika volt. Nem lehetett lelőni, vagy mi van? Hát mi akkor lőhetünk csak, ha Ernő azt mondja, hogy lőhetünk. Ja, értem. Ha ő azt mondja, hogy nem, ha ő mást szán nekünk, vagy más gondolt, akkor nem lőhetünk. Ja, érted? Értem. Na jó, van akkor. Egy ideig még csodálva hallgattuk az erdő királyának zengését. Majd visszaindultunk a szállásunkra, miközben nem is sejtettem, hogy a holnap igazi meglepetést tartogat a számomra. Öcsi, öcsi, kelj fel! Kelj már fel! Mit akarsz már? Menjünk, bőgnek a bikák! Hát bőgenek, majd a bajtok! Haladjunk már, kapjál már fel valamit magadra! Hattál, de most komolyan annyi az idő már, vagy igen, pont annyi! Mindig rád kell várni, nem igaz, hogy nem tudsz reggel fel kell. Hol van a ruhám? Én azt honnan tudja? De itt volt a ruhám. Na, ott? Tomi, nem érdekel, kapjál fel valamit, az haladjunk már, nekem de nem érek rá. De nincs itt a ruhám. Márnő beindította a kocsit, menjünk már. Jó van már, de nem láttam a ruhám. Már felkeltett volna 10 percek elned. Mi van neked ez az újabb vadász ruhám? Igen, nem találtam reggel a ruhám, nem tudom, hol a francból tud eltűnni egy ruhám, hihetetlen. Ilyen a lerakod. Ja, gondolom én is, hogy ott van, csak azt nem tudom, hogy hol van az a hely. Az új dizájn. Tomi, mondjad. A fővel menjünk. Hát ott vagy. Ennyi. Szója indulható. Mert itt lesz föl. Nem biztos, hogy fogod látni. Jobb oldalt mellettünk bők a bika. Meg itt van egy fiatal borjú. Reméljük, hogy a tehenek is itt vannak jobb oldalt, és elindulnak balra. Akkor utána fog jönni a bika. Hosszas várakozás után a bika nem jött ki. Így tovább álltunk.
majd bátyámék közös ötletére felültünk az egyik közeli lesre, reménykedve abba, hogy a tervük beválik. A terv az lett volna, hogy itt van egy kukoricás vadföld, amiről leszették a villanypásztort. És úgy gondoltuk, hogy hát ha a tehenek meg egy kipét, nézd csak ott rohan egy tehén még ki. Látod? Nem az egy fiatal bika, egy villás bika. Hát a terv ez volt, hogy a kukoricába elkésve bent marad egy-két bika. És van időnk így jó fény mellett még elbírálni őket. Csak amoda kellett volna ülni. Mindegy, ez van. Rövid várakozás után ismét tovább álltunk. Majd hamarosan egy tarvadba botlottunk. Vártuk, hát ha kijön egy bika, mikor egyszer csak egy bőgés hallottunk a közelből. Sajnos a bika nem mutatta magát, így megint csak tovább álltunk. Azért kicsit hűvös van, fázika. Érted? Ne nyavajogjál már. Nem nyavajogok, csak van vagy 6 fok. Miért nem vetted fel a farmer nadrágot? Nem jutott eszembe, hát sietettél Zoltán. Hát, szerint abban a kómás állapodban mikor jut ez a szívem? Nem lehet várni. Amúgy mutasd meg, milyen szép térdel. Nem akarom megmutatni magam, mit mutassak rajta? Na, jó van, már ne búckodj, add ide inkább azt a kamerát. És honnan tudod, hogy beügnek a bikák? Szóltak. Ki szólt a bika? Ernő. Ernő, és honnan tudja hajnalok hajnalá, hogy beügnek? Mert korábban felkelt, és kint hallgatózott az erkély. Nem hallok semmit. Most én sem hallok semmit. Állandóan beszélsz, akkor nem is fogunk hallani semmit. Maradjál inkább csend, és figyeljél. De eddig az előbb is itt beüktek. Most itt mindnek megyünk, ha itt nem, nincs semmilyen hang. De a bika nem egy folytába bőg. Bőg egy kicsit, abba hagyja, figyel. Majd bőgni fog megint, maradjál csend. Ne, valami már szét fog fagyni a láb. Egy jó ideig még cserkeltünk bőgő bikát keresve. Miközben én persze fagyoskodtam, még nem bátyám, egyszer csak nagy felfedezést tett. Mi a? Semmi. Mi az, hogy semmi? Nem hallok semmit. Hát ezt mondtam én is az előbb, hogy nem bőgnek itt a bikát. Jó, hát nem bőgnek már. És ez akkor van. Most mi van? Ennyi. Mehetünk be reggelizni. Tök jó. Végre nem kellett tovább fagyhalát halnom. Gyorsan távoztunk a vadász területről, majd visszaérve szállásunkra a kis dolgomra siettem, mikor egy újabb meglepetés fogadott. Figyelj! Mit figyelj? Majd várjál, figyelj! Futasz még jobban is. Csíkba! Kamerázom! Szóval a síkból a izé! Mi a riasztom? Mi lenne? De hát, csak úgy riasztom. Rámozát a szíkba. Direkt nem szálltatok ki, vagy mi van? Hát persze. Mennyire siettél. Minek riasztózod így be ezt a házat, hallod? De láttam, annyi kamerád is van te, mint a pala, mert útja van végzve. Nem csak te vagy operatőr. Ja, jó van. A rémisztő riasztó után még a ruhámat is megtaláltam. Majd miután megreggeliztünk... Na, vártam, Tomikán, megtártad a ruhádat.
Jó, zárja a bútkézzel, és tudnám, hogy került oda. Ernő barátunk megmutatta eddigi legnagyobb trófeáját. Akkor ő lenne a te nagy gimbikád? Hát ő az én egyédi rekordom. Igen, mert egyébként sokkal nagyobbnak tűnik így, ilyen közel, mint amikor ott még a falról vetted le. Hát élőben még nagyobbat mutatott, úgyhogy volt meglepetés. Aha, és hogy sikerült elejteni? Hát utóbőgésbe, október közepén sikerült elítékre hozni. Uh-huh. Egyedül jött a szóróra, már tarvadok nem voltak vele, és akkor úgy sikerült meglőni. Uh-huh. Szép lövés volt. És bejelzett, akkor... hogy észrevettük azt neki az erdőnek, úgyhogy... Ja, mert akkor nem jött egyből terítékre. Nem tűzbe rogyott, úgyhogy még volt izgalom, még megtaláltuk. Aha. Meg nem tűnt. És látom rajta itt ezt az érmet, ez mit jelkezik? Hát ez is ezüstérmes lett a... Ez igazi, ez isből készült meg? Nem. Aha, igen, és ez mitől függ ez, hogy... Hát van egy bíráló bizottság, a vadászati hatóság, és akkor egy bizonyos pontrendszer alapján kap egy pontszámot, aha, ami alapján ezüstérmet kap. Hát gratulálok, nagyon tényleg, nagyon szép megkalapva. És akkor egy ilyen 15 kilós, mekkora itt Magyarország a legnagyobb? 15-5 kilós? Hát szabad területen 14-15 kilós sokvizalába előfordul. Ez 8 kiló 20 lett, úgyhogy ez bakonyli viszonylatban egy kiváló. Igen, de akkor most én a nagyságra, hogy az, ha mellé raknánk ehhez, hát akkor az mivel lenne nagyobb? Vastagság ilyesmi, de másfélszer biztos, tehát ott egy 120 centis szárhosszak. A még terebélyesebb lenne. 40-50 centi, hát az igen, igen. De aha, függ az ágak számától, mindentől, aha, a súlyuk. Kortól. Egy rövid ideig még tovább sztorizgattunk. Majd úgy döntöttünk, hogy rendezünk bátyám és én köztem egy bőgőkürt versenyt. Ami, hogy érdekesebb legyen, hívtunk egy harmadik kis vetétársat. Na, szóval összegyűjt a brancs, ugye mi hárman fogunk majd versenyezni, te leszel akkor ugye a bírák, azt beszéltük. Nem. Mi hárman fogunk versenyezni, ki legyen az első? Te. Én? Jó, leszek én akkor az első. Hogy kell csinálni, milyen hangot? Hát én nem igazán tudok bőgni, de próbálom azt utánozni, amit hallok az erdőbe. Úgyhogy, tehát ha fonetikussal levenni, mintha egy angol szöveget olvasnál, hogy áú. Be kell kapni, vagy csak oda kell rakni a száját? Teljesen bekapni, tehát ez nem trombita. Tényleg? Igen, nem trombita, nem fújjuk. Áú, na nézzük. Ez úgy hangzott, ahogy mondod, áú, igen, ez tökéletes. Ez így jobb. Jó, a szarvasmarha már elindult. Hát, és ezt minek szoktátok ide rakni? Mert láttam, hogy szoktál. Hát van egyfajta bőgés típus, akkor, amikor teregeti a bika a tarvadakat, akkor van ez, vigyázz rájuk, és a végén van ez. Jó. A... Ez gyakorlatilag ez egy háztályi telepen tökéletes. Na jó, van. Akkor most Vendegúz fog neki bőgni. Ő egy bakonyi fiatalember, már évek óta gyakorolja a bőgést. Igen? Szerintem most látott életében is először. Na nézzük, hajrá! Ez egy fiatal tehén, vagy mi ez? Ez egy fiatal bika. Igen? Nem látod? Nem. Hát... Na... Egy fiatal bika, ami szegben hívta. De tökéletes. Nem, egyébként hozzátartozik, hogy most adtunk először. Nagyon érdekli, de jó, jó. Na nézzük bátyámot. Ja, te ezt ilyen szépen. Már adjak tőlő kendőt, tessék tőlem. De én még életemben nem fújtam én ilyet. Se. Ne izguljál. Engem a zeneiskolából is kicsaptak. Nem baj. Hányodik napon? Én nem mondom, elsőn, hogy mindig hatásos. Tamás, mert... bevették engem, meg azt mondták, hogy még a környékét is kerüljen el nagy évbe. Mert nem mindig hatásos? Mi? Hát ja, azt... hát, hogy én nem tudom konkrétan, tehát lebontva, hogy hívóhang, verekedése, tehát megvan, aki igazán profi ebbe, az tudja, hogy milyen szólamban vagy ritmusban kell mondanom. Mondom, én próbálom utánozni. De csak utánozni. Próbáld utánozni. Igen. Na, mit kell még egyszer? Mert én nem figyeltem. Hát egy valamit. Arrit teszem, ezt Tamás megnyolta. Hát a szegbelépést hagyjuk. Kicsit fordulj, Eri. Volt a bajod. Ez jó volt. Mi? Hát ez inkább egy kammalac, nem? Nem. Tőlem ennyi telik. Én azért nem hívok, mert nekem ez nem megy. Értem. Abszolút nincs hallásom. Legalább őszinte. Nem, de nem megy. Próbálni kell csak, ez más. Aha. Na jó, akkor most így eddigi alapján akkor értékelt szerinted, hogy a helyezéseket. Hát, hát én úgy gondolom, hogy a legnagyobb érzelmeket kifejező bőgés az Vendegúz részéről.
Éreztük a bika fájdalmát, ahogy a szekbe lépett. Igen. Most, hogy én őt hoznám ki nyertesnek. Hát akkor jó, és mi meg Egába vagyunk? Vagy? Nem tudom, hogy mi. Hát akkor Bendegúz, gratulálunk, ez az érzelgős bika hangot. Hát, legyőztél. Nagyon szuper. A rövid bőgőkült verseny után Bendegúz megmutatta, miként lehet bőgés idején harcot imitálva magunkhoz hívni egy bikát. Majd a rövid bemutató után elbúcsúzkodtunk, és tovább folytattuk a bőgőbikák keresését. Reménykedtem, hogy ezúttal végre napvilágban sikerüljön Lecse végre vennem egyet. De mivel úgy tűnt, hogy ez egy hiába való próbálkozás, ezért már én is kezdtem szurkolni, hogy elejtsünk végre egy bikát, legyen az bármekkora is. Miközben újabb kérdések jutottak az eszembe. És amúgy zottya, miért nem lehet rájuk vadászni egész nap? Mert jelen pillanatban még a bőgés elején járunk, ezért leginkább reggel és este bőgnek a bikák. Igen, ilyen napközben mit csinálnak? Hát napközben fekszenek és pihennek. Igen. Majd szürkületkor indulnak el táplálékot keresni. Uh-huh. És amúgy is a bőgőbika szépsége a szürkületben bőgőbika. Aha. És amúgy a szarvasok azok így, így csoportokban vannak? Én ahányszor látom őket, sosincsenek egyedül. Nem csoportokban, rudlikban élnek. Akkor rudlikban. A nőstény egyedek, amiket általában mindig egy idősebb, tapasztaltabb tehén vezeti. A főnökasszony. Lehetnek, ő a főnökasszony, igen. Lehetnek közöttük fiatalabb bikák is, de általában az idősebb bikák azok külön vannak. Mikor olyan magányos farkasként élik életüket? Igen. A téli időszakban szoktak összeállni egy rudliba, és az a bikarudli. Bikarudli. Igen. Szuper. Egyszer láttam egy ilyen videót, amiben egy szarvas boxol egy vadászt, nagyon vicces volt. Nem tudom, hogy ez most igazi lehetett, vagy nem. Tényleg, zottyó, az igaz lehetett, vagy ilyen filmes trükk? Szerintem előfordulhat, mert ha sarokba szorítják őket, akkor a lábuk gyors csapásaival védekezhetnek. Hát olyan volt, mint egy ilyen csépadar össze-össze kapálózott. Meg amúgy veszélyes is lehet, mert a csülkük nagyon éles. Aha. Úgyhogy avval, ha megcsapkolt, hát biztos komoly sérülést tud okozni. Aha, és te láttál már ilyet amúgy? Én nem láttam. Aha, de... Én a tévében vagy egy videón láttam én is. Akkor lehet ugyanazt láttuk akkor. Lehet ugyanaz egy történt meg az elmúlt ezer évben. Nem tudni mi az igazság, de végül is szerintem a világon bármi megtörténhet, mint ahogy szerintem ez is. És amúgy sokszor mondtátok már azt, hogy tarvad, az mit jelent? Hát a tarvad az egy gyűjtő fogalom. Minek a fogalmát gyűjti? Szarvas női varú egyedeinek a gyűjtő fogalma. A tarvadba beletartozik a tehén, az ünő, meg a borjú. És aha, ez összefoglalva a tarvad. Aha, értem. És amúgy mit tesznek a szarvasok? Növényt, mit tesznek? Hát jó, hát gondoltam, hogy nem ragadozók. Hát. Te, hát amihez hozzáférnek. A repcét megrágják, kukoricát a kukoricaföldeken, a lucernát, az erdőben eszik télen a fák kérgeit, amivel nagy kárt okoznak az erdészetnek, de amúgy nagyon szeretik a szederindát, meg a makkot. Ha jó a magtermés, azon fel tudják magukat hízlalni a téli hónapokra. Na. És amúgy a gimszarvasoknak van külön vadetetőjük? Igen, van külön vadetetője. Tényleg van nekik? Hogy lenne külön... már nekik? Hát gondold már végig. Hát majd a gimszarvasnak, a dámszarvasnak, az őznek csinálnak külön etetőt, és ők majd tudják, hogy ez az övék, és csak oda mennek enni. Hát igen, gondoltam, hogy ő az erdő királya, a gimszarvas, így ennyit igazán megérdemelhetne. Adja már hülyeséget. Mi lenne hülyeség? Hát gondolj bele, hogy mekkora nagy szarva van neki, és azzal... Milyen van neki? Szarva. Hát aggancs, hát ennyit nem tanultál még, hogy aggancsa van. Meg mibe akad bele? Aggancs, hát a rácsokban, ami ott az etetőnek van. Hát, hogy tud oda menni? Ez? De Tomi, szerinted hogy eszik? Úgy eszik, mint te a leves fölött, hogy odahajítja a fejét? Hát előre nyújtja az órát, hátra kerül az aggancsa, nyugodtan tud enni, soha nem fog beleakadni. Akkor oda, és akkor jó, megértetted? Na, menjünk, üljünk fel egy lesre. Lesre fogunk felülni? Igen. Jaj, de jó. Minek örülsz ennyire? Hát annak, hogy nem kell végre cserkelni. Ennyi cserkelés után áldom az eszem, hogy nem vadász, hanem horgász lettem. Ott legalább nem kell ennyit mászkálni, hogy egy halat fogjak. A cserkelés végeztével elutaztunk a leshez, ám mielőtt ráülhettünk volna, egy fiatal bika próbált elosonni mögöttünk. Látjátok a bikát? Igen. Igen. 4-es, 3-as korona, nem lőhető. Szép. Fiatal, 5 év körül, ígéretes, gyönyörű, szép bika. És egyedül van. Érdekes. Keres lehet. Ja, kereső bika. Igen. Szép van.
Mindannyian úgy éreztük, hogy ez egy igen jó előjel, aminek köszönhetően még én is megígértem, hogy nem teszek fel több kérdést, és csöndben maradok. Legalábbis megpróbálok. Rövid várakozás után ismét világosban jött elő egy tarvad. Tarvad? Egyedül van? Honnan tudja? Ez mögül lesz. Igen. Jó sokan lettek hirtelen. Figyeljetek, most jön ki a bika. Látom. Látod? Ja, most már én is látom. Szép nagy. Ezt most le akarod lőni? Nem. Oda megyek hozzá és megsimogatom. Tényleg? Nem. Várom kicsit, hogy jobb pozícióba kerüljön. Nem fog elmenni. Nem. Csak a túlsó hülyeséget kérdezem. Jó a szelünk. Csak maradj csendben. Úgy tettünk, ahogy bátyám mondta. Csöndben megvártuk a lövéshez legmegfelelőbb pillanatot. Rajta vagy? Igen. Na, akkor figyeld, mert lövöm. Oké. Na, mi van? Miért nem lősz? Szatyó. Miért nem lőtted le? Szerinted le akartam lőni? Igen. Minek lőttem volna le egy ekkora bikát? Hát életed nagy lehetősége lett volna, és szerintem még életedben valószínűleg nem is lőttél ekkora bikát azért. De nem lőhetünk le egy ekkora bikát. Miért nem? Hát mert Ernő tagi bika a felajánlása az arról szól, hogy 5 kilóig lőhetünk egy selejt bikát. Várjál, most ha jól értezem, akkor most selejtezünk? Igen, selejtezünk, csak szivattunk Ernőről. Akkor eddig ugrattatok, hogy... Igen, hogy bármely. Hát hogy ne? Csak nem találtunk Isten, eddig olyan bikát, ami jó lett volna. De várjál, azért egy kicsit, vadd be őszintén, azért eltartott egy ideig. Nem lőttél, mert célra tartottad elég sokáig. Csak kíváncsi voltam, hogy milyen érzés. Mi? Az, hogy kezembe tartottam a lehetőséget. Igazából már csak egy mozdulat kellett volna. Az élmény így is megvolt. Ha terítékre kerül, az nem okozott volna nekem nagyobb örömet. Szatyom. Mi van? Hadd öleljelek meg. Adjál már, ne ölelgess már. Inkább ölelgesd a sztitsedet. Sztitset? De honnan tudod, hogy én azzal alszom? Mentem reggel felébreszteni téged, ott volt az ágyad mellett. Biztos, hogy nem, én az ágy alá szoktam azt rejteni, hogy meglássa azt, hogy itt játszok vele. Gondolom, aki sógónőm rejtette a táskám, hogy eljöjjön velem. A barátnőm lelkemre kötötte, hogy hozzam magam azt ittset, hogy ő vigyázzon rám, nehogy rossz fiú legyek, még távol vagyok tőle. De persze ő bátyám, hogy szó sem. Szép van vele minden este, ő vigyázz rám. Na, köszönjük szépen, mondjad, hello, tündjél vagy, jó? Na, álljunk csak, nekem most esik le ezt is. Miről? Hát azt mondtad, hogy akkor láttad, amikor ugye felébresztettél reggel. Szerintem nagy francokat láttad te akkor. Akkor láttad, amikor elloptad a ruhámat, hogy ott van az ágy alatt. Fogadjunk, hogy így volt. Gratulálok, megnyerted az egyszemélyes társas utazást. Tudhatnám volna, ezt nem hiszem el. Szerinted állandóan szivatszevel a kakaslőjed videóval. Gondoltam, hogy törlesztek egy kicsit. Amúgy másodjára tettem vissza. Másodjára. Igen, mert először elloptam este, míg aludtál, utána reggel visszaraktam a ruhát, amikor indultál, hogy nehogy rájöjjél, hogy mi történt. Fantasztikus eszes csávó vagy, komolyan. Ezek után ne is várd azt, hogy én majd át foglak itt ölelgetni. Nem is akarom, hogy átöleljél. Minek ölelgezte engem? Pedig ez Zoltán, ez a jubileumi rész, direkt nem akartak most szivatni. Jó van, nem baj, ez még itt következik. Előtte meg állandóan szivattál, hagyjál már. Ez majd, csak ugratásról. Ez is. Következő rész. Ez is csak annyi volt. Aha, iszott te még ennek. Mit izgulsz? Persze nem esik olyan jó, hogyha te kapod, mi? Adni sokkal könnyebb. Vagy az jobban esik. Nem örültem, hogy átvert, de mivel büszke voltam rá, és végtelenül örültem annak, hogy nem tért le a selejtezés útjáról, ezért megbocsájtottam neki. Tovább gyönyörködtünk a távolban bőgő bikában, ahogyan próbálja becserkészni a teheneket, kudarcot kudarc után gyűjtve. Próbál rámenni. Az egy borjú nem fog neki megállni. Azok is vannak benne? Igen, kisebb borjak és nagyobb tehenek. Nagyon komoly háreme van. Mennyi el lehetnek? 23-an, az előbb számoltam meg. És miért nem állja meg a tehén? Mert még nem folyatós. Miközben gyönyörködtünk az erdő királyában és hatalmas háremében, egyszer csak feltűnt a közelünkben egy spíszerbika és egy tarvad.
veszed? Igen. Akkor lövök. Nehezen megy. Mindjárt el fog esni szerintem. Már nem nagyon. Miután a bika eltűnt a domb mögött, a rálövés helyére siettünk, hogy vérnyomokat keressünk. De nem találtunk. A rálövés helye nagyon nincs meg. Nincs vér, vagy mi? Nincs vér, de lejjebb megyünk, mert ott már vérezni kell. Ott kell. Tovább kutakodtunk vérnyomért, majd miután átautóztunk a túloldalra, ott folytattuk tovább. Ahol kis idő elteltével végre nyomokra bukkantunk. Valószínűleg magas blatlövést kapott, és amikor előfordul az, hogy elzárja a sebet a fagyú, és később kezd el vérezni, az nem talált, mint az elején vért. De most már van, de kevés vér. Úgy tűnt, hogy Diana istennő mellénk állt, mert néhány méterrel odébb végre rátaláltunk a bikára. Na. Szép. Milyen izéje van neki a gancsa. Hát igaz is elejt, villás, szemák, ez egy nagy harcos. Ez egy nagy öreg harcos. Ez egy nagy harcos, öreg visszarakott. Ez nem bika. Fiatal? Nem. Ez 8-10 éves bika. Ez egy nagyon ez jó meglőtt bika. De nagy harcos, nézd meg, le van törve a szemága. A villája, vagy hát nem tudni mi van hát azon az tudni. Oldalon, de nem van az is törve. Uh-huh. Ezért sántított ez, mert ez már harcos. Igen. A tehelynek kegyeiért. És nézd csak. Itt van, magas blatlövést kapott, azért nem volt vér. A lapocka bezárt, azért nem igen. Volt, ez pár sebb vér csak, mert a lapocka visszazárt. Érdemes volt megfenni a kést. Vadászbabona, megélezni a kést indulás előtt. Ez amúgy mekkora? Súlyra? Hát olyan 4-4,5. 3-4 ága le van törve, úgyhogy azért sántított, mert ez harcolt. Mm-hmm. Ja, hogy már más bikák. És ha megnézed a gerincét, le van fogyva. Tehát ez már bőven benne volt a bőgésben. Másnap kora reggel készülődtük a hazamenet erre, de mivel a kocsi akkumulátora lemerült, így kellett neki némi löket, amire Ernő barátunk önként vállalkozott. Bátyám rajta adta a gyújtást egy napon. Beindult. Köszönöm ezt a szép élményt, örültem, hogy itt voltatok. Jó, meg a lehetőséget. Igen. Kifőzik, majd küldök képet, minden meg, majd ha elbírálták, akkor megy. Köszönjük szépen. Jó. Na, jó utat, szevasztok! Remélem, mire legközelebb jövünk, már lesz asszony. Hát ha hoztok, írd ki az e-mail címet. Jó, van, oké. A búcsúszkodás után sikerült elindulnunk hazafelé, új élményekkel gazdagodva. Megtudtam, hogy nem a hány szedők szedik le a fáról a háncsot, nincsenek 5 méteres kimszarvasok, bátyámat nem célszerű cukkolni, mert úgyis én húzom a rövidebbet, hogy a bikáknak hatalmas háremük lehet, az aggancságainak külön elnevezései vannak, a bőgőkürt használata nehezebb, mint aminek látszik, és hogy nem könnyű szabad területen bőgőbikát látni. Mindemellett persze sikerült először eltévednem egy erdőben, és nagyon örültem annak, hogy közelről is láthattam bőgni egy gimbikát, hallhattam az erdő varázslatos zengését, de aminek a legjobban örültem,
hogy a bátyám az maradt, aki volt. Egy selejtező vadász. Hadd öleljelek meg. Adja már, ne ölelges már. A sorozattal kapcsolatos információkért keresse a Facebook oldalunkat.